Nagy szeretettel köszöntöm a Laskai Osváth Antikvárium ma esti előadóját, Gróf Péter muzeológus régész urat, akinek a fő szakterülete a középkor és a honfoglaláskora, de mint elmesélte nekem az előadás kezdete előtt, mindenféle mással is foglalkozik, amire éppen a múzeumban szüksége van. És mint történész, illetve Visegrádon élő ember, szívügyének tekinti a helytörténeti kutatásokkal való foglalkozást, ezért tart ő ma előadást Görgei Artúrról és Visegrádról ma nekünk. És át is adnám a szót, nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket is, és a tévé előtt ülő nézőket is. A következő előadásunk az a jövő héten kedden délután 5 órakor kezdődik majd. Meghívókat próbáltunk a székre rakni, akik későn jöttek, jöjjenek majd az eladópulthoz az előadás végén, és adok nekik kézbe meghívót emlékeztetőül. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Igazán megtisztelő, hogy a téma ilyen széles és komoly érdeklődést váltott ki, és engedjék meg, hogy mielőtt elkezdenénk egy rövid kis zenei betétet játsszak le, és majd elmondom, hogy miről van szó, mert ez egy kis meglepetés. Hölgyeim és uraim, a Görgei indulót hallották, már aki hallotta, mert lehet, hogy elég halk volt, ami 1849. májusában született a budavári diadalmas bevétel alkalmából. Én kimerem jelenteni, hogy esztergomi ősbemutató volt, mint hogy ma ennek a Görgei indulónak az ősbemutatója idén Visegrádon, május 21-én, a minden évben Görgei Artúr emlékezetére megrendezett megemlékezésen hangzott el a Szentendrei Katonai Iskola fúvózenekar a részvételével. Ez a kis zenei bevezető és meglepetés után az első képpel kapcsolatosan annyit kell önöknek mondanom, hogy ez a kép 1945 után készült. Egy koratavaszi időszakban egy szobor talapzat mellett fiatalok napoznak és ülnek, és ez a szobor talapzaton az olvasható, hogy Görgei Artúr 1818-1916. Ezek a fiatalok néhány évvel fiatalabbak Görgei Artúrnál, aki a szabadságharc fővezére volt, és mint fővezér 31 éves korában töltötte be ezt a nemzet és ország szempontjából meghatározó pozíciót. A talapzaton, mint látják önök, már a szobor nem látható. Itt a felső képen önök az 1935-ös budavári Görgei szobor avatásának a képét láthatják, itt pedig a háború után megsérült, ledőlt Görgei szobrot. Elég jól lehet látni, hogy ez a szobor igazából nem sérült meg annyira, hogy ne lehetett volna visszaállítani, de sajnálatos módon, amikor ez a kép készült, feltehetően ez a szobor
már útba volt Tisza István, Darányi Igrác, Agnás, Andrási Gyula, a tengerész emlék, és más szobrokkal együtt az Ormótlan csizmába, a Dózsa-György úton a Sztálin szoborba. Hiszen történelmi szobraink egy jelentős része ott végezte pályafutását. Furcsa párhuzam Görgei Artúr szobra és az ő pályafutása között. Az 1935-ben felállított szobor alig több mint 10 évet élt, Görgei Artúrnak 31 aktív adatot meg az életből, hogy beteljesítse vegyészi és fővezéri katonai pályafutását. Görgei Artúr, akiről Katona Tamás, a kiváló történész, idén elhunyt történész úgy fogalmazott, hogy Mátyás király és Bethlen Gábor óta nagyobb hadvezér nem nyargalt a magyar csatatéren. Hát ki volt ez a Görgei Artúr? Mielőtt erre rátérnék, engedjék meg, hogy közöljem, hogy én nem vagyok hadtörténész, 48-nak az avatott kutatója, régész muzeológus vagyok. Hát tekintettel, hogy a sorsom úgy adta, hogy Visegrádra kerültem, és Görgei Artúr 1871-72-től majdnem haláláig, 1916-ig Visegrádon élt, óhatatlanul, mint muzeológus szembe találkoztam, illetve kapcsolatba kerültem Görgei Artúr személyével. Tehát én a jelen előadásban elsősorban nem a 48-as hadi eseményeket elemzem, és azzal foglalkozom, hanem megpróbálok egy képet rajzolni számos képpel, arról a kiváló katonáról, zseniális katonáról mondhatjuk ki, és kiváló hazafiról, akinek a sorsa egy kicsit egy magyar tragikus történelmi sors. Különös tekintettel az ő sorsát, 98 éves koráig élt, és voltak éppen 31 éves korában, hogy tetszik, befejezte pályafutását, mint kiváló vegyész és mint hadvezér. Egy felvidéki toporcon, szepességi, elszegényedett familiába született 1818. január 30-án, egy elszegényedett, nagyon korai 12. századba betelepedett familiából. És ő, mondom, hogy nagyon szegény sorban élt, és ezért választotta a katonai pályafutást. És hogy miért választotta ezt, 14 éves korában, 1832-ben így ír apjának a pályaválasztásról. Idézem. Katonának két okból megyek, először és mindenek előtt a haza iránti szeretetből, minthogy ennek hasznára lehetni nekem, emitt több alkalom látszik kínálkozni, mint más szakokon, másodszor a matematikai és fizikai ismeretek iránti szeretetből. Tehát ez az én szilárd, rendülhetetlen elhatározása, mondja egy 18 éves ember. Görgei Artúr kiváló tanuló volt, a Tulni utásiskolát elvégezve, a Vázagyalog ezrednél szolgált, majd a nádorhuszároknál, de végül is szegény sorsa miatt végig nélkülözni volt kénytelen, és igazából miután a katonaságot kényszerből választotta, és öcséhez és másokhoz itt leveleiből kitűnik, hogy a nemzet, a magyar nyelv ismerete iránti vágya rendkívül erős volt, ezért kilépett a hadseregből, és vegyészeti tanulmányokat folytatott Prágában. Ebben olyan tehetségesnek mutatkozott, hogy professzor Karl Rettenbacher, őt egy ösztöndíjra, rendkívül szegény sorsú volt, mint említettem, egy ösztöndíjra terjesztette föl, és házába fogadta. És Görgei egy kémiai tudományos pályafutás elé nézett, és 1848-ban tanulmányai befejeztével, miután több tanulmányt közölt a kókuszdió olaj zsírsavainak elemzésére, elnézést a vegyészektől, mert fogalma sincs, hogy mi ez, de nagyon fontos volt, azt mondják. És a professzora a Lembergi Egyetemre ajánlotta föl tanársegédnek. Professzora házába ismerkedett meg Oboen Adél francia nevelőnővel, akit 1848. március 30-án Prágába feleségül vett. 1838. márciusa, és ebből a tudományos karrierből semmi sem lett, hiszen kitört a forradalom, és Görgei Artúr értelemszerűen szaktudását felajánlotta a magyar Batthyány kormánynak. Először azzal bízták meg, hogy a lőszer utánpótlást biztosítsa, majd utána, mint immár honvéd százados, a nemzetőrség szervezésével volt megbízva. 1848. júniusában Görgei százados volt, 1848. októberében tábornok. Ismerjük a napóleoni példát, mert szerint minden hadnagy a tarsójába hordja a generálisi botot. Hát Görgeinél szintén így volt. Ez a tudományos pálya, mint mondtam, sajnos derékba tört, holott ő a Pesti Egyetem vegytani tanári állására is pályázott, nem kisebb személynél, mint Ötvös Józsefnél, a Batthyány kormány kultuszminiszterénél. A szabadságharc kitörésért, a forradalom kitörése után Ötvös József következőt írta a Görgeinek. Mi ketten megmentjük a hazánk szent ügyét, és kikérjük jutalmul, hogy a megmentett hazában én paraszt, ön a vegytan professzora lehessen. Azért tegye meg nekem azt a gráciát, kedves professzor úr, és verjen jól valamelyik körmére az ellenségnek.
Hát a sors úgy hozta, hogy Görgei Artúr nem a vegytan professzora, hanem hadvezér lett, és néhány szó valóban odavert az ellenség körmére. Hősiességéről és katonai érdemeiről Mikszáth Kálmánnak így nyilatkozott. Nem volt én bennem semmi katonai zseni, az csak mese, magyar legenda, mint annyi más. Rendet tartottam a katonáim között, ez az egész, és a fickók derekassan viselték magukat néhányszor. Hát az bizonyos, hogy a félelmet soha nem ismertem. Ezzel az egyérzéssel kevesebbet adott a természet, mint a többi embernek. Ez valóban így volt. Ezen a képen 1849. július 2-án a komáromi csatát ábrázolja, amikor a magyar honvédsereg megpróbálta feltartóztatni az immáron Hajnau vezényletével túlerőbe levő osztrákokat. Ebbe a csatába Görgei egy válságos pillanatban személyesen vezényelt 3000 huszárt lovasrohamra. Mégpedig nem is akármilyen módon. Aranysújtással díszített skarlátszőrös blúzt, fején tollas kalapot viselő tábornokot magas termete, az átlagosnál nagyobb, mint egy 2 méter marmagasságú lova és kiemelte kísérlete tagjai között. Itt azt a képet lehet látni, amit Görgei integet Auliknak, hogy merre intézzen támadást. Ebben a csatában történt meg az, hogy gránátszilánk fején találta, olyan fejsebet kapott, hogy beszakította a koponyáját, de még ezt a csatát, miközben a rohas roham közepette, ezt a fejsebet megkapta, a kalapját a fejére szorította, bekötözték, és még néhány óráig a csatában maradt. Végül is sikerült megállítani az ellenséget, és a magyar orvostörténetnek egy egészen fantasztikus fejezete, Markusovszki és több más kiváló orvos kezelték Görgei sebét, számos pontos leírás van, hogy a kezelés közben látták az agyvelejét, olyan szinten szakította be ez a gránátszilánk a Görgei koponyáját. Ezek után, mint egy 600 kilométeren keresztül vezényelte el Görgei a magyar honvédsereget, egészen Komáromtól Aradig, a július-augusztusi melegben, hol eszméletét vesztette, hol újra vezette ezt a sereget. Tehát én úgy gondolom, hogy elképesztő és hihetetlen katonai ütésségről tett tanúbizonyságot. Görgei Artúrnak hosszú életéből 9,5 hónap ideje volt arra, hogy katonai zseniét megmutassa. Nem csak személyes bátorságát, hanem katonai zseniét is ezt kimondhatjuk. Ennek egyik rendkívül érzéketes példája volt az, amikor 1849. júliusától, amikor már cári hadsereg, 150 ezer cári hadsereg beavatkozott a szabadságharcba, és ki kell mondanunk, hogy ezzel eldöntötte az önvédelmi harc sorsát, mert az osztrák és a cári hadsereggel együtt a 150 ezer honvédsereg képtelen volt megbirkózni. Görgei még egyszer megismételte a 48-as északi hadjárat bravúrját, hogy az orosz főerőket magával vonva, Vásztól Miskolc alatt Debrecenen keresztül a déli összpontosításra vitte a seregét. Miközben a nálánál sokkal nagyobb erőfölénybe levő oroszokat megkerülte, elébük került és meg is verte őket. Első Miklós cár, aki nem volt egy különösebben okos ember és nagy katonai stratéga sem, de imádta a hadseregeit tologatni a telepasztalon, ezt írta Paskievics hercegnek, a magyarországi orosz hadak fővezérének. Kedves atyai parancsnokom, biztos el fogod nekem magyarázni, miként lehet, hogy te 10 versztára voltál Miskolctól, Görgei pedig 15-re, mégis ő volt ott előbb, és még jól meg is verte a többieket. A reménytelenné vált küzdelem végén, amikor a magyar hadsereg, ugye az Arad-Temesvár közben összpontosul, az ország 80%-át a cári és az osztrák hadak uralják, a 30 ezeres görgei seregével szembe egy 120 ezeres orosz sereggel kell szembenézni, a temesvári, szőregi temesvári csatavesztés után gyakorlatilag reménytelené válik a küzdelem. Kossuth Görgeire ruházza a tejhatalmat, akinek nem sok választása marad. Mikszáth Kálmán erről így ír. Úgy jut közelebb-közelebb Görgei, minőt kevés halandó nyerhete földi pályán. A roppant hatalomhoz. Roppant hatalom? Ugyan-ugyan. Ne legyetek nevetségesek. Elszéledő vezérek, kik a halál elől és a halál elé siettek, s tese nemzetet szívéhez nőtt óriás. Miféle hatalmat adtatok ti át annak az embernek, akit mindnyájan gyűlöltök? Egy rakásra raktátok a felelősségeiteket, és azt mondtátok, itt a legfőbb hatalom. Letesszük kezeidbe a haza sorsát. És ha a nap lenyugszik, mit tegyen szegény feje az úgynevezett diktátori hatalommal? Leül vele az íróasztalához, a fegyverletételi módozatokat megfogalmazni. 1849. augusztus 11-én Görgei a magyar honvéd vezérkar előtt, ahol ott ült a későbbi mártír aradi 13 tábornok is, a következőt mondta tábornok társainak.
Idézem, az ideiglenes kormány, mely elhibázott intézkedéseivel jelenlegi nehéz helyzetünkbe sodor bennünket, leköszönt. Tagjai néhány kivétellel, személyes biztonságuk felől aggódva, futásban kerestek menedéket. A vezéri pálca mellé, melyet vitéz csapataim bizalmának köszönhetek, ma a legfőbb polgári hatalmat is kezembe vettem. Minden rám néz most, mint utolsó reményre, és én csak egy esendő ember vagyok. És sohasem éreztem ezt annyira, mint éppen ebben a nehéz órában. Ilyen körülmények között a fegyverletételre, mégpedig az orosz csapatok előtti feltétlen fegyverletételre szavazok, mert azt remélem, hogy a cár nagylelkűségébe vetett bizalmunkat az ő nagyhatású közbenjárása Ausztriánál remélhetőleg nem csak a mi, hanem szegény hazánk érdekében is igazolni fogja. Előre látom, hogy talán milliók az elvakultságtól vezetve, hogy az országot sújtó, határtalan nyomorúságot teljes egészében nem ismerve árulással fognak vádolni. Ugyanezen a napon a következő kiáltvány tette közzé a civil lakossághoz. Polgárok, mit Istennek megfejtetlen végzése reánk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal, s az öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet. Polgárok, Isten velük, Görgei Artúr. Néhány képet, ugye ezen a képen lehet látni, amint a fején egy kendővel vezeti végig a törzskarát. Ez pedig egy korábbi kép, az Isaszegi csatát ábrázolja. Itt látható Görgei. Elnézést kérek az időbeli ugrálásokért. Az Isaszegi csatában van egy nagyon kedves történet. Vukovics Sebő kormánybiztos írja le. A Kókai kútnál Isaszeg mellett Kossuth és Görgei ott beszélgetnek. Jön egy lányzó, aki vizet merít a korsójába. Mondja Görgei, hogy lányom, adná egy kort vizet. Mondja, hogy persze. Mondja Kossuth, tudod, lányom, hogy ki iszik a te korsódból? Görgei Artúr, a magyar hadak fővezére. Hát szegény lány még magához sem térhet, Kossuth is kér egy kort vizet. Tudod, lányom, hogy ki iszik a korsódból? Kossuth Lajos, Magyarország kormányzó elnöke. Hát teljes összeomlás. És akkor Vukovics leírja, berobban egy poros Ferdinánd huszár, és jelenti, hogy a csata veszve van. És megint csak Vukovicsot szinte szó szerint idézve, Görgei felpattan imáron említett 2 méter marmagasságú lovára, és ellobban a csatatérre. És ez a kép azt a jelenetet ábrázolja, amikor Görgei, ki itt látható, megállítja Krasz Klapka retiráló honvédeit, és mondja, hogy hát álljon meg a menet, tessék visszamenni. Klapka közli, hogy az emberek fáradtak, nincsen töltény, majd holnap folytatjuk. Mire Görgei közli Klapkával, hogy ő dolgozta ki a haditervet, ő mondta, hogy ezt be kell tartani, és úgy látja, hogy amilyen gyorsan futottak, nem annyira fáradtak. Görgei egyébként a szabadságharc más kiemelkedő tábornokaihoz hasonlóan, akár Bem, akár Damjanics, a kor szellemének megfelelően nagyon kemény tudott lenni. Tehát a visszavonulóba belekartácsolt, belelövetett, sajnos egy ilyen korszak volt. Lényeg az, hogy megfordította a hadoszlopot, és győzelemre vitték a csatát. És a következő kép pedig ugye Budavár ostromát ábrázolja. Ezek a képek, amit önök láthatnak, ez Barabás híres festménye Görgeiről, az előzőleg pedig egy rajz volt szintén Barabás Miklósnak, akinek Görgei a fiának keresztapja volt, és Budavár ostromának után keresztelte meg Barabás Miklós fiát. Tehát ez eredeti hiteles Görgei ábrázolások. Tehát visszatérve Világoshoz, Görgei tényleg bízott a cár kegyelmébe, ami valóban megvalósult, mely szerint ő kegyelmet kapott. Ugyanis a cár méltányolta, hogy Görgei előtte tette le a fegyvert, és közben járt Ferenc Józsefnél, és az osztrák kabinet fogcsikorgatva, mert erre adatok vannak, belement abba, hogy Görgei kegyelmet kapjon. Elválasztották társaitól, és Klagenfurtba, Ausztriába internálták, még mindig orvosában, mert a fejsebe mindig veszélyes volt. Görgei október 6-a után mintegy, hát magába zuhanva szembesült azzal a ténnyel, hogy a cár kegyelmére nem számíthat. És ekkor írta öcsének 1849 karácsonyán. Emlékezel-e még, öcsém, azon mondásomra, hogy nekem bármerre dőljön el hazánk sorsa, mártír szerep fog jutni. Jutott is, de ennyire kínteljesnek nem véltem volna. Akasztófát, golyót, vagy örökös börtönt vártam, rövid szenvedés után végső nyugalmat. De jelen állapotom százszorta rosszabb mindezeknél. Ezt az iszonyatos lelkiismereti felelősséget, nyomást, hogy ő életben maradt, miközben tábornok társait kivégezték, csak fiatal kora óta meglevő lelki ereje és elkölcsi nagysága segített elviselni. Így fogalmazott. Ha véget vetek életemnek, azzal jogot adok rágalmazóinnak azt mondani, hogy a lelkiismeret furdalásai bírtak az öngyilkosságra. Nekem tehát élni kell, ha csak a véget is, hogy mindazoknak, akik bennem hittek, vesztett vagy megrendült hitöket visszaadjam, újra megszilárdítsam. Ez a kép, két kép Ausztria Wittringbe készült.
Én gondolom, nem kell hozzá túlságosan sok magyarázat, hogy az 1849-es görg és az 1850-es évek második felébe készült két görgei kép között 6-7-8 év telt el, de azt hiszem látható, hogy ennek az embernek mit kellett elviselni, és milyen lelki terhet kellett hordoznia. Gondolom a képeken ez meglehetősen jól érzékelhető és látható. Görgei 1867-ben térhetett haza. Fölajánlotta szolgálatait az újonnan alakult kormánynak, Deák Ferenccel többször találkozott, kölcsönösen becsülték egymást, több reformjavaslatot dolgozott ki az új magyar honvédség létrehozására, de sajnálatos módon egy olyan helyzet teremtődött, hogy ez a frissen megalakult újabb felelős kormány, hát Görgeire tapasztott áruló vád miatt voltaképpen igazából nem nagyon akarta őt úgymond alkalmazni. Görgei ezt rendkívüli erkölcsi nagysággal tudomásul vette, és félrevonult. Azt elfelejtettem talán mondani az előbb világos kapcsán, hogy Görgei ezt az áruló vádot Kossuth Lajos ragasztotta. Kossuth miután emigrált Vidinből, Törökországból írt egy levelet, amelyet a elsősorban a nyugat-európai magyar hát részben meglevő diplomáciai, akkor más egyetem képviselő diplomatáknak és az emigrációnak írt, amiben úgy fogalmazott, hogy Görgeit én a porból emelén föl, és a hazának árulója lőn. Kossuth ezzel az áruló váddal illette Görgeit, nem feltétlenül csak azért, mert hogy ő elmenekült, hanem egyszerűen úgy gondolta, hogy az emigrációba, a magyarságba a lelket úgy lehet tartani, hogy közöljük, hogy bennünket nem lehetett legyőzni, bennünket elárultak. Ez ismerős a magyar történelemből. Lehet ezen vitatkozni, hogy ez jogos volt vagy nem. Görgei szempontjából mindenképpen jogtalan volt, hiszen, mint láthatjuk, és gondolom ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy senkit és semmit nem árult el. Mint említettem, Görgei miután a kiegyezés után hazaérkezett, megpróbált kenyérkereső munkát találni. Különböző helyeken dolgozott, Erdélyben vasútépítéskor, bányatársaságnál, a Lánchíd alagút építésénél, sehol nem maradhatott meg. Számos érdekes történet van Erdélyben, amikor ott dolgozott egy vasútépítésnél. Egy vasútállomáson várakozott, amikor megtudták az emberek, hogy Görgei kezdtek tüntetni ellene. És mondta az állomás főnök, hogy hát jöjjön be az ő irodájába, Görgei mondta, hogy nem, lefeküdt egy padra és nyugodtan elaludt. És az emberek szétszélettek, mert látták, hogy az ember nem fél tőlük, nincs miért félnie. Egy másik építkezéskor egy munkás ráemelte a lapátját, Görgei megfordult és ránézett, és az embernek idámba szállt a bátorsága is, leengedte a lapátot. Egy erkölcseiben meggyőzéssel bíró embernek nem volt mitől félnie. Miután nem tudott elhelyezkedni, ezért öccse Görgei István, aki mellette szolgálta a szabadságharc alatt, és hát bátyjának hű prókátora, történetírója volt, Görgei István voltaképpen életét jó részt annak szentelte, hogy Görgei Artúrról szóló iratokat, dokumentumokat összegyűjtötte, kiadta, több könyve, tanulmánya jelent meg, Görgei Artúr ifjúság, Görgei Artúr a szabadságharcban. Hozzá kell tennem, hogy a klagenfurti emigrációba Görgei Artúr német nyelven egy hatalmas művet írt, Értem és működésem Magyarországon címmel 1855-ben, amit értelemszerűen a Habsburg birodalom belül elkoboztak, Lipcsében jelent meg, aztán megírta még a Gazdátlan levelek című művét, több röpiratot, tehát ő voltaképpen a saját 48-as szerepét leírta száraz tárgyilagos stílusban, jellemző módon, hogy a korszak nagyhatású történészebb idő Friedrich Engels úgy írta, hogy Görgei műve kutya kegyetlen, ideig szokták idézni. Úgy fejeződik be, hogy de külön mindegyiknél. Tehát még Engels is rájött arra, hogy Görgei, amit leírta, abban igazság van. Miután nem tudott elhelyezkedni, családjáról nagyon nehezen tudott gondoskodni, ez egy külön, az ő életének egy külön tragédiája volt. Öccse segítségére szorult, aki jogász, pesti ügyvéd, majd közjegyző volt, és családi házassága révén egy visegrádi birtokhoz jutott. És így Visegrádon volt neki háza és birtoka, és felajánlotta bátyjának, hogy itt Visegrádon telepedjen meg. Most mielőtt erre rátérnék, néhány szót arról, hogy Visegrád. Visegrád a középkori Magyarország királyi központja. A török háborúk után voltaképpen, ugye itt híres csataképek láthatók, a török háborúk után egy 18. században egy egyszerű uradalmi mezőváros, és Visegrád újbóli felfedezése és nagy korszakad a 19. század. A reformkorban, amikor a nemzeti romantika az irodalomban, a képzőművészetben
még a zenében is Visegrád nemzeti jelképpé válik. A 18. század végén a következő leírásokat találunk Váji András Magyarország leírása című könyvéből. Visegrádon Plintenburg, hajdani híres királyi fővár, most mezőváros Pilis vármegyében, hajdan nagyhírű vára alatt határja hegyes, két nyomásbéli gyümölcsöt leginkább terem bort, középszerűen hegyekből, sűrű erdőkből áll, piaca Pesten, Budán vagynak. Aztán Fényes Elek, a kiváló statisztikus írja, Visegrád vármegyen, Pest-Pilis vármegyében német-magyar település, Dunára kidomborodó, szédítő meredekségű visegrádi várhegy nyugati tövében, felséges vidéken, szép uradalmi tisztilakkal, több patakmalommal, határa hegyből, völgyből áll, gyümölcse, sok bora nem dicsértetik, erdeje szép. Hát ez azóta is jellemző. Az említett hegynek ormai láthatni a hajdani pompás királyi vár mohos omladékait, s most némán és komoran állnak a hajdani királyi fényes palota falai, üvöltő szelek játékává válván, komolyan emlékeztetik a vándort, minden földi lények mulandóságára. Hát ez a költői leírás olyannyira jellemző, hogy a 19. század elejétől számos költőt írott, ihletett meg Visegrádnak a szépsége. Kisfaludi Károly költő, búzsdöredék, mi csendesen állsz ködlette tetődön, nézve komordan alá Duna habjai közé. Lakja királyainknak Visegrád, hajdanti virágot porba omolt, s élted nemzeti gyászba vegyült. Barna falaid roppant vászként mered a levegőnek. Kazinczy, 1831-ben Visegrádnak a felfedezésében egy közlekedés történeti tény játszott fontos szerepet. 1831-től állandó gőzhajójárat indul Budáról Bécs felé, elsőbb a pozsonyi országgyűlésekre, és számos nem csak politikusok, hanem irodalmárok, társasági emberek is utaznak ezen a hajón, és hát elhaladnak Visegrád alatt, mint a legfelső kép ugye mutatja, és hát többen megörökítik ezt a látványt. Többek között Kazinczy Ferenc is, aki így írt naplójába, a romántos táj egyedésben áll lelkem busongásaival, beéltem a csavargó Duna szűk völgyébe, melynek bokros hegyei oly meredek eséssel a víz szélén zöldelni kezdnek. 1845-ben Petőfi Sándor is Visegrádra érkezett, fölmásztak a fellegvárba, és ekkor született Visegrád táján című verse, ki mondja meg Visegrád táján a déli napfény, nem a nagymátyás ősi szelleme, ki mondja meg Visegrád táján a bágyat alkony, nem Zács Klárának megtört szelleme, stb. Tehát voltak éppen Visegrád a reformkortól kezdve a nemzeti dicsőség, a régmúlt király jelképévé vált. Ezek a képek 1847-ben egy Haufler féle Visegrád, Haufler szeremlei Visegrád albumból készültek, amelyek kifejezetten, mint egy útikönyvként szolgáltak arra, hogy a gőzhajóval erre járók számára tájékoztatást nyújtsanak Visegrádról. Tehát ez az a Visegrád a 19. században, Ligeti, különböző más egyéb festőknek a művei, az 1870-es évek elejétől fotók készülnek Visegrádról, és az egyik fotónak van egy nagyon érdekes esztergomi vonatkozása, egy beszédes Sándor nevezető esztergomi származású, igen híres fotós is készített egy képet visegrádi Salamon toronyról. Itt látható a fellegvár Salamon torony, a 19. század végén, 1870-es években, és Visegrádnak voltak éppen az újrafelfedezését nem csak a reformkori magyar történelmi tudatban betöltött szerepe, hanem a magyar műemlékvédelemnek egy korai időszaka is jelentősét tette. 1872-től Schulek Figyes és Hansmann Imre irányításával megkezdődött a visegrádi vár helyreállítása. És Schulek Figyes rajza, hogy milyennek szerették volna felépíteni a Salamon tornyot, hát nem egészen ilyenre sikerült. Eredetileg Ferenc Józsefnek szerették volna felajánlani vadászkastélynak, de ő ezt eltekintette ettől a kissé túlméretezett vadászkastélytól. Tehát ez az a Visegrád 19. század végén, ez egy érdekes kép, egy hadgyakorlat, amikor pontonhidat vernek Visegrád és Nagymaros között. Hát ez az a Visegrád, ahol a Görgei Artúr megérkezik. És ezen a képen, az 1870-es évekbeli Visegrádon azokat a házakat mutatom meg, ahol Görgei Artúr élt. Tehát több házban élt, mint mondom, öcsének a felesége révén a Latinovics családdal volt rokonsága, és így ezekben a házakban élt és lakott Görgei Artúr. Az előbb ugye említettem önöknek, hogy Görgei nem tudott elhelyezkedni, nem tudott állást kapni, kénytelen volt öccse révén, mint hát félig meddig ennek a birtoknak az igazgatója élni. Ettől függetlenül Görgei nem vált egy megkeseredett emberré, vérig megőrizte kedélyét, és az az érdekesség történt a 19. század végétől, hogy ilyen furcsán fogva a Görgei kulturális jelenségé vált. Addig, ameddig csak az áruló kép volt róla, amit aztán történészek tisztáztak, voltak éppen Görgei
a magyar közéletben egy érdekes személyiségé vált. Ebből adódóan számos író, művész kereste őt föl, tehát ő mint érdekessé vált, az ő figuráját megírták, megjelenítették, és ebből adódóan elég komoly társasági élete volt. Mint mondtam, nem vált egy keseredett emberré. Ez olyannyira érdekes ez, hogy a baráti körében olyan írók, mint Krúdi, mint Mikszáth, mint Gyulai Pál, Herceg Ferenc, számos még más hasonló úriemberekkel tartott kapcsolatot, nagyon sokan írtak róla egyébként, festményekben, fotókon ábrázolták, tehát ilyen értelemben ő egy rendkívül érdekes jelenségé vált. Mint említettem, ezt az áruló rangot, idézőjelben mondom, ő kellő méltósággal viselte. Amikor egy anya gyermekét úgy mutatta be, hogy a gyermekének úgy mutatta, hogy ő az áruló, akkor a következőt mondta. Talán nem egészen igaz, amit ön kisfiának mondott, de talán így van jól. Hadd higgye a magyar, hogy csak árulás győzhette le. Ez a hit, ha talán én szenvedek is miatta, a nemzeti jövő egyik eleme. Ebben a belső emigrációban, mint mondtam, számos barátja volt, és az, hogy ő milyen életvidám, jó szivart, jó italokat, társaságot kedvelő ember volt, erre megint csak néhány idézetet szeretnék önöknek hozni, két barátjától, Marcelli Henri kiváló történész és Lévai József költőtől. A következő a levél, mélyen tisztelt tábornok úr, a jó bor tulajdonság a felekezetek szerint osztályozva. Legyen ó, mint a katolikus, erős, mint a kálvinista, édes, mint a luteránus, kereszteletlen, miként a zsidó, akár megfelel ez az üveg ennek a cirkumskripciónak, akár nem, kívánjunk, hogy mind a négy vallás áldása szerint tábornok úrnak egészségére és üdülésére váljék. Teljes tisztelettel maradok tábornok úrnak híve, Marcelli Henri. A másik levél, Lévai József, egy miskolci költő, ők Gyulai Pál és Lévai József nagyon jó barátságban voltak. És jellemző, hogy amikor Gyulai Pál és Görgei Miskolcra utaztak, attól azon aggódtak, hogy hát a Görgeit majd megabcúgolják, hogy itt az áruló. Ezzel szemben azt, hogy Görgeit megéhenezték, Gyulait viszont jól megabcúgolták, mert éppen megbírálta Jókait. Tehát így fordult a viszony. Lévai József levele. Tisztelt barátom! Nemrég a fővárosban töltvén néhány napot, bár Leány falván már közel voltam a te szikla fészkedhez, mégsem teljesülhetett az az óhajtásom, hogy meglátogassalak. Gyulai barátunktól kérdezősködtem felőled, és egyebek között azt is felemlítette, hogy jól esett neked egy-egy korty abból a papra morgóból, melyet számodra valamikor küldöttem. Ennek hallása pedig nekem esett igen jól. Engedd meg hát, hogy folytassam-e mindkettőknek jól eső érzést. A mai postával 4 butella, igen finom és teljes hitelű szilvóriumot indítottam hozzád, mégpedig nem is valami új keletűt. Fogadd szívesen és reggelenként, imádkozás előtt, után vagy helyett, szívogass belőle egy-egy kis erőt napi fáradalmaid könnyebbítésére. Isten áldjon meg, őszinte szíves üdvözlettel, tisztelgő barátod Lévai József. Tehát, mint említettem, Görgeit számos író, Arany László, Ábrányi Kornél, Gyulai Pál, Herceg Ferenc, Kozma Andor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdi Gyula is látogatták, írtak róluk, de voltak a Görgei villának más látogatói is, erről Krúdi Gyula ír, idézem. Mindazok a vasárnapi kirándulók, akik a két Dunán elhajóznak Visegrádra, akik el nem mulasztható kötelességüknek érezték, hogy a kirándulás örömei mellett egy kis bánatot is szivattyúzzanak szívükbe, amikor megállannak a Görgei villa rácsos kerítése előtt, és öklükkel mindaddig fenyegetik a lugosában üldögélő öregembert, amíg az a népmoraj elől a házában nem menekedik. 1884-ben Klapka és 204 volt honvéd tisztársa ünnepélyes nyilatkozatban tette közzé, hogy Görgeit nem tartja árulónak. Amikor egy másik néha ellenfele, Hentarler Lajos is megkövette Görgeit, következőképpen válaszolt. Haragszom önre, mert ön ezzel a bocsánatkéréssel teljesen megfoszt egyetlen pozíciómtól a magyar közéletben, a hazárulói rangtól. Hát mondtam, Görgeinek volt humorérzéke. Hát itt lehet látni Görgei Atu társaságban. Itt öccse, egy latinovics családtag, egy másik rokon. Nem értik fél, de tényleg kifejezett szép idős úri ember volt. Különböző fotókon is fejesebb még jól látszik egyébként. Hát itt van a e-mailt a levél, itt Gyulai Pált lehet látni, Marcelli Henri történész és Lévai Józsefet. Ez a festmény László Fülöp a korszak híres portré festőjének képe, mellette pedig Görgei levele, hát érdemes azért ezt a kézírást, ez kérem szépen 1901-ben, tehát 83 éves korában íródott,
kedves mester, teljesen jól érezvén magamat, nem lévén más kötelességem, mint hogy mindaddig, amíg egészséges maradjak, amíg modellként szolgálatára nem lehetek, remélem jövő péntek 15-én délután 14:30-kor tiszteletemmel tehetem, híve Görgei Artúr. Hát ez egy különösen kedves kép. A visegrádi görgei birtokok mellett volt Szentgyörgy pusztai részen egy birtok rész, amit Bulgáriának neveztek. Na most ez azért érdekes, mert Görgei szerint szeretett kertészkedni, mint a melléket kép mutatja. És az egyik barátja, miután látta ezt a birtokot, azt mondta, hogy Artúr, hát ez tiszta Bulgária. Az érdekesség az, hogy Görgei Artúrnak vannak úgymond Bulgáriából címzett levele, mert Visegrádon készültek Szentgyörgy pusztán. Ezzel az képhez mellé egy olyan levelet tettem, ami a múzeum birtokában van. Hát hátul után nem lehet látni, fölolvasom, nagyon kedves levél. Igen, tisztelt nagysád, méltóztatott egyszer egekig dicsérni előttünk azt a bizonyos babot, mely zölden sárga hüvelyű. Azóta csak azzal álmodom éjjel-nappal. Elragadó szép álmok azok, de mit érnek, ha nincs nyugtom tőlük? Könyörüljön meg rajtam, édes nagysám, juttasson nekem konyhakertje e remekének magvából, akárcsak egy marékkal is. Ha nem szívesen teszi és mégis küld, e nemes önmegtagadásért majd égető forrósággal fogja kezeit csókolni, sírjaik hálás tisztelője Görgei Artúr. Ez pedig egy kép, amit egy honvéd bajtársának dedikált szintén Visegrádról. Visegrádi villa kertjében íróasztalánál. 80-es korában megtanult angolul, mert Marcelli Henrik kiváló történész barátja, hogy neki angol nyelvű könyvet, és bosszantotta, hogy nem ért, és azért megtanult angolul, valamint filozófia és egyéb más művekkel is foglalkozott, de egyébként kertészetet tényleg nagyon szerette, úgyhogy tartalmas életet élt. Hát ez már nagyon idős korában, ez a mai Várszálónak nevezett villa kertjében látható. Van egy 1910-es rövid film, hogy Görgei Artúr megérkezik Visegrádra, egy nagyon kedves film egyébként. Kérem szépen, ez nagyon egyszerű a dolog. Görgei 1848-ban letette az Y-t, tehát úgymond lemondott a nemesi előjogról, és a következetesen haláláig ível írta a nevét. Öccse Görgei István, aki szintén 48-ban ível írta, ő visszavette Y-ra. Na most azóta Magyarországon a használatban, hát van egy ilyen furcsa kettőség, ebben mi is, vagy én is benne voltam, hogy családi és egyéb okok miatt van, aki Y-nal használja, és mondjuk például Herman Robert, a Görgei Később legkiváló történész szakértő, ő konzekvensen ível használja, mondván, hogy Görgei erről lemondott. Tehát ennek ez a magyarázata. Tehát 1916. május 21-én a budavári diadal napján halt meg, 98 éves korában. A család a következő gyászjelentést tette közzé, idézem. A görgői és toporci görgei nemzetség mély megilletődéséje jelenti, hogy legidősebb tagja és örökös büszkesége Görgei Artúr, magyar hazánk egykor diadalmas nagy hadvezére, majd sokaktól méltatlanul félreismert, de mindig szerető, hűséges, önfeláldozó fia, május 21-én, életének 99. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Mint láthatják, a Magyar Nemzeti Múzeum mellett Görgei Artúr felravatolozva, és Raffai Sándor evangélikus püspök búcsúst adta a következő szavakkal. Oly koporsó felett állok, amely az ellentétes felfogások és ítéletek hullámverései között ostromlott sziklaként áll nyugodtan, némán, fenségesen. Láttam Görgeit nyugodt öregségét, és mentől tovább figyeltem ezt a kivételes embert, annál jobban megerősödött bennem a meggyőződés, hogy Görgei Artúr lelkét nem nyomhatta a legszörnyűbb vád igazságának terhe. Még annyit hadd jegyezzek meg erről a temetésről, hogy miután a Nemzeti Múzeumtól a Kerepesi temetőig végigvonult a gyászmenet, az akkor még élő, hát Görgeihez hasonló 80 év fölötti honvéd menház honvédei, miután tisztelettel Görgei sírjánál, átvonultak, hogy Kossuth sírján is lerúlják a kegyeletüket. Görgei Artúr halálával a görgei kérdés nem az, hogy nem ért véget, hanem tovább folyt a maga módján. A 20. századra, amikor már a szabadság az leverése fölött érzett nemzeti gyász, érzelmi sokkot már nem kellett ez az áruló mítosszal gyógyítani, a 20. századra azok a hiteles és korrekt történészek egyértelműen dokumentumokkal tisztázták, hogy Görgei nem, hogy nem volt áruló, hanem a szabadságharc kiemelkedő, zseniális tehetségű fővezére volt. Ez volt a idézelben a történész szakma. De a Görgei kérdés a 20. században, hogy mondjam, a politika, mint annyi más történelmi esemény, a politika áldozatává vált. A 30-as években megszülettek azok a művek, Kosári Domokos Görgei kérdés története, Pető Tibor, a Magyar Nemzet alapító szerkesztője, kiváló publicista, történész könyve,
komoly hadtörténeti munkák, Brejt József, Akházi Kamil, nem szeretném itt sorolni, amelyek ezt a kérdést történetileg tisztába tették. Ennek volt egy megkoronázása 1935-ben balra fönt, felállították a görgei szobrot, aminek hát ugye már mutattam a képét, hogy a háború után lerombolták. 1997-ben lett egy másik helyen felállítva, az eredetivel szinte megegyező, nagyon szép görgei szobor. Azon a bástyán az egyik legfontosabb rohama volt a budai várnak. A görgei kérdés 1945 után, hogy mondjam, ha lehet, még kevésbé jutott nyugvó pontra, akkor végképp úgymond politikai gellert kapott. A 45 utáni történelem szemléletet olyan személyiségek formálták, mint Andics Erzsébet, 19-es tanácsköztársakból származó kommunista, aki a Moszkvai Egyetemen vagy a Krasznogorszki antifasiszta főiskolán tanított, és hazatérvén az ELTE egyetem professzora, Tudományos Akadémia tagja, hát idézőjelben élet-halál ura volt. És hát az ő általa megszabott ideológiai irány döntötte el, hogy ki, hogyan, és miként, és Görgei Artúr ebbe a képbe nem csak hogy árulóvá vált, hanem a szabadságharcon belül Kossuthtal szemben a megalkuvó békepárt, az arisztokraták és a nemeseknek a szekértolója. Az a Görgei Artúr, aki, mint mondtam, egy elszegényedett családba született, aki hihetetlen radikális dolgokat művelt, hiszen 1848. szeptemberében a Jelasics horvát bán levelét hívő Zicsi Ödönt egyszerűs tatár és bírósági látotta és fölakasztotta, aki a márciusi ifjakhoz állt közel, aki Petőfit megvédte Klapka hadügyminisztertől, mert nem jól viselte a nyakkendőt. Tehát Görgei egy néphez közeli radikális katonatiszt volt, akinek sok mindenkihez volt köze, csak nem a békepárthoz és a megalkuváshoz. De ez nem volt érdekes. Görgei ezt a vádat rá kellett sütni, és aki ezzel a kérdéssel foglalkozott, még Kosári Domokos, aki akkor még másként jelent meg a magyar történész generációk között, ki kellett írtani a magyar történész közéletből. Hát ez a szemlélet uralkodott Görgeivel kapcsolatosan. Antal József, néhány miniszterelnök, aki az 50-es években történelmi levéltár szakos hallgatóként a Görgei iratanyagot rendezte a magyar levéltárban, 1968-ban írt elő egy cikket, amit az Élet és Tudományba akart megjelentetni. Hát ennek a cikknek 27 lektora volt, és nem jelent meg a cikk. Tehát ez egy ilyen történet volt. Ezek után jutunk el ahhoz, ami megint csak Visegrádhoz kötődik. 1986-ban Visegrádon rendeztünk egy kiállítást és konferenciát Görgei Artúrról. Na azért ez nem ment olyan egyszerűen, mert először is meg kellett várni, hogy megjelenjen a história, úgynevezett áruló száma. Ugye Glasz Ferenc, aki mégiscsak egy történetben intézett pártitkára volt, egy amúgy nem bántásként mondom. Tehát ha miután ez a história szám megjelent, amiben Görgei Artúrról és Károlyi Sándorról megjelentett cikk, ez jelentette a fehér füstöt, akkor lehet Görgei kiállítást rendezni. Ez egy nagyon kis szerény kiállítás volt, amely egy kis konferencia is kapcsolódott. Itt látható Görgei Endre, most már 90 év körüli család egyik doajenje, itt látható Antal József, és ott fönn pedig az előadók, Katona Tamás, kiváló történész, a Görgei kérdésben alapvető kutatásokat folytatott, mellette Kosári Domokos, aki a 35-ben írta a Görgei kérdés története című alapvető művét, és Pusztaszeri László, akinek szintén megjelent egy könyve akkor Görgei Artúrról. Amikor ezt a kiállítást rendeztük, 1986 májusában megszólalt a telefon, és egy Szentendrei párbizottságról érdeklődtek, hogy mit csinálunk. Hát mondom, hogy van ezzel valami baj? Nem, mondták, hogy de neki mindenről tudniuk kell. Hát mondom, hogy jó, rendben van. Miután a kiállítás, ez a konferencia megtörtént, hát érdekes volt a sajtó visszhangja. Ezt csak azért említem önöknek, hogy 1986-ban, azután, hogy a Görgei kérdés történetileg tökéletesen tisztá volt, még mindig volt egy ilyen politikai, ahogy tetszik, mellékzöngéje. 1986. decemberében megalakult egy Görgei Múzeumi Emlékbizottság. Akkor még ugye nem voltak szekértáborok, az emberek jobban együtt voltak, ezért az a népsor, akit most felsorolok, most már kicsit furcsán tűnt, de akkor ez még nagyon együtt volt mindenki. Ott ültünk a Szemmelweis Orvostörténeti Könyvtárban, Antal József, Katona Tamás, Kosári Domokos, Görgei Gábor, Pusztaszeri László és múzeum részéről néhányan. És hát arról volt szó, hogy hogy lehetne a görgei hagyatékot feldolgozni, hogy lehetne létrehozni egy múzeumot. Nagyon tanulságos beszélgetés volt, különösen számunkra, még akkor fiatal emberek számára. 86 decemberében egy írószövetségi ilyen, hogy mondjam, keménykedés volt Berecz János Közbizottság titkára részéről, tehát egy furcsa politikai helyzet volt, és ebben a millióban
rendkívül érdekes volt, hogy ezekkel az urakkal miről lehetett beszélgetni. Antal József mondta Kosári Domokosnak, hogy ugye a Gorbacsovi éra volt, hogy talán most már ki lehetne adni, vagy lehetne foglalkozni a cári hadjárat iratanyagával. Épp akkor volt egy szovjet történész küldöttség Magyarországon. Mire Kosári mondta, hogy hát rendben van, csak az a baj, hogy ezek a szovjet tudós urak egész a női cipőket vásárolnak, nagyon nehéz velük szakmáról beszélni. Na hát ez egy ilyen kis érdekesség volt. Visegrádon 86 óta volt még egy kiállítás 2009-ben Görgeiről, és igazából azóta igyekszünk a magunk módjáról megemlékezni. Visegrádon az említett görgei házak mellett a Görgei Bércen, ez a Kisvillám oldalán, egy Zsitvai Tibor, a magyar turizmusnak egy kiválósága, a Visegrádnak egy nagy mecénása, állította föl ezt a kis emlékművet, amelyet a Pilisi Parkerdő Gazdaság állított helyre, és Erdős Péter, aki Esztergomban lakik, Visegrádon dolgozott, neki ebben nagyon komoly szerepe volt, itt látható a képen. És hát voltaképpen azóta minden év május 21-én megemlékezünk Görgeiről, hol a Görgei Bércnél, hol az egyik háza melletti Görgei lépcsőn. Itt látható Katona Tamás, hogy gondolom föl lehet ismerni jellegzetes hajáról. Tehát voltaképpen igyekszünk Görgeiről megemlékezni. Hölgyeim és uraim, lassan befejezésképpen engedjék meg, hogy még felolvassak önöknek egy idézetet. Ez Toporcon, a kastélyt direkt nem mutatom meg, mert borzalmas állapotban van. Egy nagyon szép görgei sírket van kialakítva, és ott látható ez az emlékkő, amit felolvasok önöknek. Vándor, ha állsz-e sírhantok tövében, és lelked száll múlt romjai felett, emlékezzél egy 800 éves múltra, mely elviharzott e család felett. Emlékezzél e csendes temetőben, szabadságért harcoló hősökre, emlékezzél e szép hazát, e földet, imádva féltő büszke ősökre. Eke, kasza nem volt idegen tőlük, de ha kellett, úgy fegyver lett belőlük. Könnyű szívvel áldoztak vagyont éltet, hízelkedőn kegyelmet sosem kértek. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép idézet. És egy képet még Katona Tamásról, akinek kicsit emlékére ajánlom ezt a kis mai összejövetelünket is, mint öreg huszár, aki hát tényleg a görgei rendkívül érdekes sorsa volt neki is, de a görgei ügyben az ő munkássága alapvető és megkerülhetetlen. Hölgyeim és uraim, lassan, ugye egy órát azért túlélni nem illik, igyekeztem egy kis képet adni Görgeiről és Visegrádról, és befejezésül engedjék meg, hogy Móricz Zsigmondok, hogy többször találkozott Görgeivel, több cikket írt róla, az ő egyik cikkéből idézzek befejezésképpen. Nyugatban jelent meg 1912-ben. És ma minden ifjú magyar, aki előtt már megnyílt a látás tisztasága, tekintsen az elrejtett zug felé, ahol még él nemzetünk egyik legnagyobb fia, és meghatódott lélekkel, megcsillanó könnyel, hangtalanul, és szíve legbensőbb érzésével küldje arrafelé azt a kiáltást, amely hajdan annyit és oly viharosan zúgott, de amely 63 év óta egyszer sem csendült föl a nemzet ajkán. Hogy éljen Görgei, éljen a magyar nemzet, mindörökre legnagyobb élő vértanúja. És a magyar nemzet élni fog, amíg ilyen fiakat tud szülni a tetre és az önfeláldozásra. Köszönöm szépen a figyelmüket! A címerükben egy ilyen torzomboz úriember van, aki egy kitépet fát tart, át valószínű erdős területet írtottak ki, sírtásföldeken gazdálkodtak. Jodoknak hívták az őst, tehát ugye Mikszától meg egyéb helyeken ismerik a görgei családnak a történetét. Hihetetlen nagy família egyébként egészen mostanáig, tehát nagyon sok ága van, és hát több kiváló ember. Na, itt tehát ez a kép, ez a bizonyos várszálloda, most így hívják, tehát erről az épületről van szó. Ez lent van gyakorlatilag a majd, tehát ma valaki Pest felől Visegrádra érkezik, rögtön ott van az út mellett. Hajóállomáson szemben így van. Na most ez az épület, igen. Ha Pestről jön, akkor bal oldalon van. Ez itt. Ez. Tehát van idősebb korában itt élt, mert akkor már dolószékben volt. Igen, na most ez a ház, aminek egy 1884-es képe van itt. Ez voltaképpen ez a mai állapotban felújítva. Ez a Salamontorony utcában van, tehát ahogy a főutcában megyünk fölfelé a Salamontorony felé, ez ott van az épület. Ez a bizonyos Bulgária, ez később egy ilyen gyerekotthon volt, amiről meséltem. Tehát ezekben a házakban lakott, amikor az ön édesapja láthatta, akkor minden bizonyja már ebbe, amit már mutattam is, hogy itt már idős korában ugye... Igen, mondta, hogy
Itt van, tehát ez az épület abszolút az a Várszáuda. Tehát ez egyértelmű ez. Igen. Segítkezett. Igen. Hát egyébként 90 éves kora után, hogy mondjam, úgymond... Nem. 90 éves kora után, hát hogy mondjam, letelesettebb, tehát addig nagyon... Ugye leírták, hogy még 90 éves volt, és mentek a családtagok Pestre, akkor ő fölpattod és lekapta a bőröndöt, hogy a hölgyek ne cipekedjenek, tehát egy nagyon hihetetlen jó előtt. Tessék parancsolni, kérem. A életem és működésem Magyarországon németül. Ezt az öccse lefolytotta és megjelent magyarul is, és van egy Gazdátlan levelek című műve, ami szinte 1867 körül jelent meg. Egyébként csak Görgei és Kossuth viszonyról csak így eszembe jutott, hogy ez egy ugye nagy vita. Na most még egy dolgot elfelejtem mondani, hogy az elmúlt 20 évben ennek a témának hihetetlen kiváló történész szakértői vannak. Bóna Gábor, leginkább Herman Robert, Pejak István, Csikány Tamás, tehát lehetne sorolni olyan kiváló hadtörténészeket, akik ezt a témát tökéletesen, hogy mondjam, nem csak a helyzetben nem kellett, de dokumentálták. És ugye Katona Tamásról meg nem is kell beszélni. Katona Tamás adta ki Görgeinek az életem és működésemnek a új kiadását, ahol egy olyan 40 oldalas tanulmány írt hozzá, ami hát ezt a kérdést teljes mértékben, hogy mondjam, megint csak a helyére teszi. És a történészek azt mondják, hogy az egész Kossuth-Görgei vita olyan értelemben egy álvita, hogy gondoljuk bele, hogy 1848 szeptemberétől 1849 augusztusáig, ez a 9,5 hónap, ez idő alatt ez a két ember, Görgei és Kossuth, hol találkoztak, hol nem. Görgei ez leginkább a hadszíntéren volt. Azt mindenki leírja, hogy amikor személyesen találkoztak és megbeszélték a dolgokat, akkor nem volt semmi probléma. Ha a Kossuth elment és az udvartartás elkezdettek is udolózni, hogy ez a Görgei ez egy borzasztó alak, akkor Kossuth hülyeségeket csinált, már elnézést kérek. Kossuth, egy Görgei ebből szerintem nagyon korrekt volt, tehát dacára Kossuth soha nem vonta vissza a vidini leveleket, ami egy igazságtalan dolog volt. Kossuth Görgei azt mondta Marcali Henriknek, hogy 48-a Kossuth volt a nagy ember, én csak egy buborék voltam, mondta ezt így. Kossuth, mint a politikusok helyenként, azért minden szeretett érteni, többek között a katonasághoz is. A 48-49-es honvédseregnek hihetetlen kiváló vezérkara volt, jobbnál jobb katonák. Viszont Kossuth zseniális kézzel mindig megpróbált olyan embert oda tenni, aki nem volt erre alkalmas. Egy Dembinskit, aki lehetett személy szerint vitéz katona, de csapnivaló fővezér volt, egy Mészáros Lázárt, aki elképesztően kiváló tudós volt, hogy hadvezérnek csapnivaló volt, tehát Kossuthnak volt egy rossz tulajdonság, ebbe belepancsolt, már elnézést kérek, és általában rosszul. Tehát az egész Kossuth-Görgei vitának van egy ilyen háttere. A 48-as tábornokok között ők is emberek voltak feszültségek, viták. De erre a legszebb példát hadd mondjam el, Leiningen-Westerburg Károly egy Görgeivel egyidős, hesseni német hercegi családból, az angol királyi családdal rokon, úriember, akit Aradon kivégeznek. Görgeivel hihetetlen jóba voltak végig. Szóval valami, hogy mondjam, szerelmes rajongásig ír Görgeiről. Kivégzés előtt néhány nappal a feleségének azt írja, hogy nekem ne írjál semmi rosszat Görgeiről, mert ő ilyen volt az a Görgei, minden hibájával és erényével együtt igazi férfi hős, mondta a halál előtt két nappal. Damjanics, aki egy vérből fantasztikus úriember volt, aki patikáriusnak csúfolta a vegyész Görgeit, szintén teljes mértékben rajongva szerette őt. Tehát ez egy nehéz történet. Hát bocsánat, csak így elkalandoztam az ön kérdéséről. Igen. Hát a következő a történet. Ugye magyarul onnél kezdjük, hogy mi a Görgei hagyaték. A Visegrádból, ugye az épületekből sajnos Görgei hagyaték bizonyos szempontból semmi nem maradt meg. Az államosítás után, vagy a Szentendrei papírgyárba kötöttek ki, vagy ő is nem tudja, hogy hol. Ami Görgei hagyatékot ismerünk Visegrádról, a minimális tárgyi anyag, például ennek a kertészképnek a kertész eszközei adok megvannak a Nemzeti Múzeumban, a butoronyag szintén megvan. Amikor az 1986-os kiállítást csináltuk, akkor a fotóanyagok éppen a Munkáskozgalmi Múzeumban volt, adóta most már a Nemzeti Múzeumban. A levelezése az a Széchenyi könyvtárban van, a hadtörténetiben is vannak Görgei anyagok. Tehát nagyjából ennyi van, amit tárgyként van egy kardja, aminek egy érdekesség, hogy lehajtható a markolatvédőjén egy nagyító, rövid látó volt. Még egy-két ilyen tárgy van. Megvan a kalapbélése, amit a fejsebét kapta, a kitüntetése és a többi. Hát ez, ami anyag van. Na most az a probléma, hogy ezek voltak, akikben mind elkerültek Visegrádról, illetve hát eleve nagyobb közgyűjteménybe kerültek. A másik probléma, hogy Visegrádon ezek a villák, ezek végigjárták az államosított dülők sorsát, először lerohadtak, bocsánat kérek, aztán megvette valaki, aki hát volt erről szó. A 90-es években, amikor az Antal kormány alatt két görgei kutató volt a kormányban, Antal József és Katona Tamás.
Na most ezek a kiváló úriemberek úgy álltak hozzá, hogy most azért nem támogatjuk Görgeit, nehogy azt mondják, hogy azért, mert ez a mi témánk. Tehát próbálkoztunk ilyen Görgei emlékszobát. A Görgei emlékszobát Visegrádon voltak éppen csak másolatokból létre lehetne hozni, de ezek a villák olyan, hogy mondjam, az egyik szálloda, a másik egy olyan vállalkozónak a tulajdona, aki úgy tett egyszer, mint a érdekelné, de aztán mégse érdekelte. Szóval tulajdonilag ezek sajnos így vannak, és ez az az anyag, amit be lehetne mutatni. Volt egy Theodor von Moró nevezetű gyáros Schwittringbe, akivel együtt jártak Prágába talán, nála dolgozott, azt se engedték, tehát azért mondom, hogy ott, Magyarországon már nem. Miből ért ők itt Ausztriában? A dolognak a vicc, hogy akkor kapta meg a vegytani cikkéről honoráriumát. Úgyhogy, meg hát ilyen segélyekből. Tehát gyakorlatilag azt lehet, nem tudom, hogy kapott-e valamit szerintem. Járadékot, igen. Igen, mert kapott kölcsön a Paskievistől valami pénzt, de hát az mégsem. Igen. Hát abszolút kölcsön adott neki pénzt, igen. Görgét borzasztóan becsülték. Hát ez is ugye az áruló vádnak egy része volt, hogy amikor vonult vissza, akkor talán Paskievics, hogy nem tudom én kicsoda, a doktor tud segíteni, küldtek egy pisztolyt párt ajándékba, mint egy megbecsülésül. Ezt úgy értelmezték, hogy na, akkor már megint megvették. Egyébként hihetetlen, tehát a nagyon lovagias volt ez a világ még. Például a Váci csatában elesett ugye Krisztián Götz császári tábornok, és Görgei kezeltette, és személyesen Damicsos Görgei engedte sírba is, dísztemetéssel és egyebekkel. Tehát, hát, bocsánat, ahhoz képest, ahogy az Altizánbat kivégezték, ahhoz képest a magyar hadvezetés, és magukban az oroszok is mondjuk leszámítva losozottak egy-két ilyen túlkapást, földúták a várost. Volt egy ilyen lovagias, hogy mondjam, hozzáállás. Tessék, parancsoljon. Igen, hát nagyon a magánélete az nagyon szomorú volt. Tehát egy Berta lánya volt, és egy Kornél nevezetű fia. Hát ez egy nagyon, és volt egy Gambelli Klára nevezetű örökbefogadott lánya. Hát sajnos a nélküledés miatt ez a család szétesett. Tehát a fia is elzüllött, a lánya is szemrányásokat tett neki. Egyébként irodalmi szempontból nagyon érdekes, és csak nem kalandozok el. Ugye a történelmről beszéltem, de ugye hát I.S. Gyula Fáklyaláng című műve lehet tisztelni, mint irodalmi alkotás, de történetileg tökéletesen, hát hogy mondjam, hiteltelen. Németh László még istenes, de mondjuk Féja Gézának van egy Visegrádi Esték című könyve, ami 1972-ben íródott, és Féja Géza nagyon alaposan utána járt, és ott ő leírja ezt az egész családi dolgot, hát nem egy vidám történet. Tehát igazából ez is még sorsú jutott neki, hogy a nélkülözések, a megaláztatás miatt a család voltak éppen szétesett. Ugye az öccse, aki mondom végig kitartott mellett 1912-es haláláig, ő volt, de volt neki még egy testvére, Ármin, mert még azt hiszem volt, még egy Kornél testvére is volt neki, ha jól tudom. Unokatestvére, igen, tehát egy nagy család volt. Ők mind az Ármin, a Kornél, az István, ők mind a szabadságharcba szolgáltak. Hát én úgy gondolom, hogy minden szinten megérdemli azt, hogy büszkék legyünk rá, és tényleg az érdekes, hogy még mindig valahol én úgy gondolom, hogy a köztudatban még egy picit Görgeivel mindig van egy mellékzönge, amit szerintem most már ki kell mondani, hogy ezt már el kell felejteni, mert tényleg egy kiváló ember volt. Hát az ilyen őszhajú generáció az még abban nőtt föl, hogy... Hát 45 előtt ez helyre volt téve, ez 45 után lett egyébként, azt kell mondjam, hogy a Kosári Domokos mondta ezen a 86-os konferencián, hogy ő olyan tankönyvet látott, ahol Perczel Mol tábornok, aláírás, aki először nevezte árulónak Görgeit. Tehát ez volt benne egy tankönyvbe. Maradjunk abban, hogy a Batthyány kormány nagyon komoly munkát végzett ebbe. És azt kell mondanom, hogy Kossuthnak ez például volt érzéke. Hát Kossuth például Görgeire abszolút ráérzett. Tehát Kossuth például arra nagyon adott, és tehát hogy mondjam, a Kossuthnak odáig, hogy kiválasztja a tehetséges tiszteket, odáig volt érzéke. Csak amikor ezek már eljutottak egy pozícióba, akkor, hogy mondjam. Kérdés, igen, szóval. És mondjuk tényleg most már ezt, hogy mondjam, itt tényleg tudomásunk kell vennünk, hogy az Aradi 13, meg ezek a hősök, meg egyebek nem szobor talapzaton levő szentek. Ezek emberek voltak, esendő emberek. Tehát most már ki lehet mondani, hogy egy Damjanics, hogy egy Aulik, egy Görgei, egy Leininger, ezek kiváló hadvezérek voltak. Egy Vetter, vagy egy másik, az nem volt. A Dembinski például, a Mészáros, hát nem voltak annyira. Szóval például volt egy időszak, amikor Bemet játszották ki úgymond Görgei mellett. Bemmel semmi probléma nincsen, Bem Erdélyben az ottani terepviszonyok között egy 5-10 000 hadsereggel zseniás dolgokat művelt. Bemnek hihetetlen nagy érdeme volt az, hogy 1849. augusztusáig megakadályozta, hogy kijöjjenek az Alföldre a császári-cári erők.
Hát ő még a segesvári csatavesztés után is még próbálkozott. De bennek ennyi volt a kapacitása, zseniálisan kihasználva a telepviszonyokat, zseniális tüzér volt, ezt tudta megcsinálni. És igazából ugye Bem Görgei viszonya is olyan, hogy mondtak egymásra jót is, meg rosszat is. Hát most akkor miért nem mondtak volna? Nézzük végig, egy elképesztő helyzetben éltek. Úgyhogy... Szóval az az igazság, hogy én azt szoktam mondani, hogy a magyar történelembe visszamenőleg borzasztó nem jó belemenni, pláne politikusoknak nem jó, de a szabadságharc történelme az tele van olyan emberi sorsokkal, olyan példákkal, amit valóban példának kell állítani a mai nemzedék felé. És ezek érthetők, emészthetőek, tiszták, nem lehet őket kisajátítani sehova. Nézzük végig ezt a Honvéd vezérkart, hát a zömekülföldi. Mondjuk a Leininger egy fantasztikus figura, aki egy szót nem tudott magyarul, cibakházi hídfő csatába előre törnek, osztrákok elfogják éppen, beviszik a kocsmába és kezdik kocsút kutyázni, meg már éppen meg nem verik. Azt mondják a honvédek, hogy hé, hol van az őrnagyúr? Visszamennek, kiszabadítják, Leiningen mindenki teljesen elérzékeny, és egy magyar nyelvű beszédet intéz hozzájuk zászlószentelés címen. Ami így hangzott el, hogy nincs sok üdő beszédre, ez zászló felszentelve, most nagyjából ott idézem. Hát ettől teljesen a katonái halálba mentek érte, és az életre a szívük bezárták. Szóval nagyon érdemes, hogy Leiningen napját végigolvasni, hogy együtt feküdt a Hidegföldön a katonáival. Leiningen is volt ilyen Kossuthról egyébként, szóval itt elképesztő emberi, katonai teljesítmények voltak, és tényleg le a kalappal. És az, hogy bocsánat, egy ilyen fejsebben valaki végigmegy július 2-ától augusztus 11-ig, hát azt kell mondjam, hogy ilyen nincs a világon. Bocsánat, itt közben itt elragadott a hív, úgyhogy... Tessék? Görgei nem Jarasicsot fogta el, hanem a Rót Filipovics, tehát volt egy utóvégy, őket kerítette be. A Pákozi csatát megelőzően, ami egy nagyon komoly haditett, tehát ő akkor még őrnagy volt. És hát egyébként a felvidéki hadjárat is egy elképesztő haditett, olyan környezeti viszont, valaki ma végigmegy Braniszkós, Turechez, végignézi, hát doktor úr nyilván ismeri, hát azért meg kell mondja, hogy ágyúval, egyebekkel azon végigmenni, az egy hihetetlen teljesítmény volt. Az ilyen, bocsánat kérek, egy picit Hannibál az Alpokon, szóval némi kis túlzása. Hát mondom, ma már gyakorlatilag, vagy egy Herman Robert nevezető történész, ő ebbe a témába a legjobb. Tehát ő könyve még nincs készül egy nagy görgei monográfiára, de nagyon sok tanulmánya van. Akár interneten is hozzáférhető egyébként. Bocsánat, ha szabad, a Pető Sándort lehet, mert újra... Abszolút, így van. Nagyon jó. Így van, és egyébként a Kossár is egy alapvető tudománytörténeti munka. Így van, így van, így van. A Pető Sándor nagyon jó volt a szabadalában, újra kiadták. Igen, kiadták pontosan, igen. Ha nincs kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmüket, és ezt a ilyen számosan megjelentettem. Mi is köszönjük ezt a nagyon szép előadást, és ez az előadásunk rendkívüli volt, mert könyv nem kapcsolódik hozzá, hiába kérdeztem Gróf Pétert, hogy mikorra készül összeállítani könyvet Görgei Artúr életéről, erről nem nyilatkozott.